A Nagyhalászi Iskola is részt vesz a Polgár Judit neve által filmjelzett sakkpalota programban. A sakk oktatása mellett évente egy országos versenynek is otthont ad a Csuhantal Baptista Általános Iskola. Az 5. országos baptista sakkupára 18 intézményből érkeztek versenyzők. A Nagyhalászi Iskolában 5 évfolyamban tanítják a sakkot, a diákok közül pedig többen is kiemelkedő eredményeket érnek el rangos hazai és nemzetközi versenyeken. Tanulóink minden éven eljutnak az országos versenyekre, országos döntőbe jutnak általában egyén és csapatszinten is, úgyhogy nagyon szép eredményeink vannak. Az idén 13. volt a legjobb, és a mi tanulónk az egyik olyan kislány, aki ugyan magántanulóként vesz részt az oktatásban, mert ő már a nemzetközi porondon világranglista első ötjében helyezkedik el. Demeter Dorina az elmúlt év novemberében vezette a korosztályos világranglistát. A fiatal sakkozó felkészülése megfelel a 21. század követelményeinek. Én Skype-on szoktam edzeni, vannak a gépen anyagjaim, vannak programok, amiken szoktam sakkozni, és napi körülbelül 3-4 órát. Gunyez Zoltán sakkoktató szerint a fiatalok nem csak a sportágban, hanem a tanulásban és a civil életben is sok hasznát látják a tábla mellett tanultaknak. A gyerekek nagyon sok mindent profitálnak a sakkból, megtanulnak koncentrálni, megtanulnak folyamatosan dönteni, hiszen a sakkpartiban lépésről lépésre döntést kell hozni, megtanulnak helyzetet, állást, azaz az élethelyzeteket értékelni, ehhez képest tervet kidolgozni, mind a partiban, mind az életben, és ennek összes hozadékát kamatoztatják majd későbbiekben, középiskolában és egyetemen és az életben. A nagyhalászi versenyen a fiatalok 5 korosztályban mérték össze tudásukat, és a szervezők az edzők kísérők számára is rendeztek egy villámtornát.